Szevasztok! Fényviszonyokban, nem sok állandóságban. Jöjjön a sapka. Az izgalmak azok állandóak. Most ebből nem biztos, hogy sok mindent látsz, de főleg fekete kis kékkel. A fehér rész az kijön, ugye, akármilyen felbontásban. Carolina Panthersnek nevezik. Ez egy lazaldás lesz, mert két holt szezon videó is készült a Panthersről, a szokásosak mellett, ugye draft elsőtől hetedik kör, plusz UDFA-k, plusz átigazolások csoportonként. Ugye a Panthersről volt új edzői kinevezéses, illetve volt a felcseréről is videó, még akkor frissiben, úgyhogy mindent tudunk már, amit kell tudni a gárdáról. És egyébként meg csak a játék öröméért tudnak majd ők focizni. Érted? Első éves irányító van, egy per egyre kiválasztottad, hát azért ne legyen rossz, de hát a nagy elvárások nem lehetnek csapatszinten, ugye. Tanulgassa a szakmát csak, aztán ennyi. Újonc quarterbackek nem szoktak messzire jutni, Brock Purdy nem számít. De így, hogy hát a kisfiú van ott az irányító poszton, nyilván visszafogottan kell értékelni, hogy mi is lehet a Carolina-nak a sorsa, de egyébként meg szóba kerül, hogy nincs kizárva megnyerik a csoportot. Ez inkább a többieknek szól, semmint a Carolina Panthersnek, de hát őszintén szólva az építkezés fázisában lévő franchise, óriási tisztelet David Teppernek a türelemért, hogy erre egy rámondta, hogy mehet. Nyilván ez megkérdezték a tulajdonost, szeret belefolyni, hogy most akkor mi történik, amikor felcseréltek az 1-per-1-ért, mert ezzel lényegében bevallották maguknak, hogy 2023-ban most azért nem akarnak nagyon részt venni az utószezonban, hanem akkor hosszabb távra építkeznek, és egyet visszalépnek, ezután meg akkor nagyokat majd előre. Amikor Tepper megvásárolta a csapatot 2018-ban, akkor még ilyen nagyobb célok voltak, rövid távú eredményeket illetően, volt edzőváltás is többször, de hát azért telnek múlnak az évek, azért 2018 nem most volt, és azért még most is, hogyha összetalálkozik a többiekkel a tulajdonosi gyűlésen, azért csak kinevetik, hogy halad, még sose voltál playoffba öreg. De ezt jól viselte a tulajdonos, megadta bizalmat még a következő néhány évre is a general managernek, hozzon egy új edzőt, hozzanak új irányítót, aztán most már tényleg ez lesz az, amire rá lehet építeni a csapatot. Kialakul a mag. Mert eddig a legjobb szezonja Panthersnek, Tepper regnálása alatt, az 7-9 volt. Nem véletlen, hogy égszakadás, földindulás történjen meg, mert ez így nem mehet tovább. Frank Reich lett a csapatnak az új vezető edzője, akinek 5 éve volt a Colts érén, hát az utolsót nem fejezte be, de ebből 3-szor sikerült pozitív mérleget elérni, tehát többet nyert, mint 7. És amikor nem, akkor is ugye 7-9 volt neki második szezonjában, meg ez az előző volt, ami 3-5-1, ami után elbocsátották. De hát a rátermettségét mutatja, hogy azonnal kapott kispadot következő edzői kinevezési ciklusban, ami abszolút nem jellemző. Nagyon ritka az, hogy valakit kirúgnak, és már kinevezik a következő helyre. Úgyhogy ez megmutatja, hogy Frank Reich egy jó szakember. Ezt senki sem titkolta, de hát annak véget kellett vetni, ami Indianapolisban folyamatosan zátonyra futott. Akármilyen ötlet volt, nem jött be. Talán majd itt. Itt nem nagyon kell variálni az irányító poszttal, tehát ez mindenképpen felüdülés lesz Frank bátyámnak. Itt van ez a mitugrász gyerek, nem lehet látni a kis sámlitól, de ott van mögötte, és akkor ő lesz itt a quarterback. Jó, hát ez egy szép feladat, és ezzel kivívhatja majd a tiszteletet újra Frank Reich. Remélem, hogy az öltöző az rendben lesz, normális gyerekek lesznek, előre köszönnek, tisztelettudóan. Ezért az eredmények is kellenének. Szerintem szakmailag egy rátermett ember. És az utolsó dobása
következik azért Frank Reichnek. Emellett, hogy hát head coachként nem sok múltja van. Aránylag sokára kezdett bele az edzői szakmába Frank Reich. Ugye 61 éves, tulajdonos 65, haverok. És hát hogyha ez most nem jönne be a Panthersnél, Frank Reichnek, akkor többet nem keresnék. Hát most így átpattant, ugye, az új csapathoz. Egyből, de hát akkor ez lenne így a vége. Innentől kezdve mehetne, hogyha nagyon akarna, valahol a pozíciós edzőnek maximum. Úgyhogy a nagy felelősséggel áll hozzá ehhez a munkához. Akar bizonyítani, megvan a múltja Carolina mezében, úgyhogy ez bizakodásra okot ad a szurkoló tábornak, hogy egy ilyen ember a head coach. És ugye nem is kell kapkodnia. Tehát még az első évben lehet próbálgatni ezt meg azt, ha esetleg félremegy egy-egy koncepció, hát akkor sincs semmi. Nem veszik őt elő, de jövőre azért most már legyen jó a csapat. Az elég. Most ugye ebben a holt szezonban fel is kellett áldozni értékeket az 1-1-es csere folyamán, úgyhogy ez így kitolódik, ez a türelmi időszak, amit az első edzőknél mindig meg szoktunk jegyezni, hogy azonnal azért nem lesz csodatétel. De egy eléggé neves segédedzői csapattal vette körbe magát Frank Reich. Jött Ejiro Evero Denverből, aki nem azért jött el, mert ott nem végzett volna jó munkát. Tehát egy top 10-es védelem volt a Denver. Coverage-ben kiemelkedően jól mentek. Úgyhogy a nagy találat. Juice Staley, mint segédedző, hát látott már nyerő csapatokat. Thomas Brown, segéd vezetőedző volt a Ramsnél. Josh McCown, hát őt legszívesebben kinevezték volna head coachnak még a playbanosék Houstonba. Itt csak simán quarterback edző, de hát állítólag óriási agynak számít. És még akkor Parks Frazier is itt van, akit muszájból kineveztünk playcallernek, miután mindenkit kirúgtunk fölüle. Szóval van bőven ember, aki elvileg jó abban, amit csinál. Úgyhogy itt jó kezekben vannak a dolgok. Már csak az lenne a cél, hogy játékos anyag is kiváló legyen. És hát minden Bryce Young-gal indul. Csapat újdonsült quarterbackjével, akinek bizonyítania kell, hogy nem ilyen kis aranyos gyerek, hanem ő egy félelmetes ellenfél. Mert hát most még a külső szemlélő úgy hát szurkolgat neki, hogy mutassa meg, hogy ilyen méretekkel, ilyen kis csenevész fiúka is tud kiváló quarterback munkát mutatni az NFL-ben, mert egyébként Alabamában, hát ő volt a legjobb játékos a mezőnyben. Nem csak a csapatban, hanem úgy az országban. Nem nagyon választottál volna senkit hamarabb. És ez azért hát keveseknek sikerül. Átmenteni ezt a profi szintre kihívás nem nagyon szokott sikerülni ilyen kis csenevészeknek, de Bryce Young lehet a kivétel. Na most erre fogadni, az hát mindig kellemetlen dolog, hogy lesz majd egy manus, aki más, mint a többiek. Hasonlók azért vannak a Youngnál, de hát ettől függetlenül, hogy van is hasonló, azért még mindig ő a legkisebb. Még hogyha van egy-kettő a kezé, hogy hasonló méretű. És hogyha át tudja menteni ezt a formát, akkor pedig igen jó kezekbe kerül ez az offense, mert azzal senki nem nagyon vitatkozhat, hogy a fotballozás az óriási erősségének számít. Tehát, hogyha kivennéd azt, hogy hát nem úgy néz ki, mint egy NFL quarterback, hanem csak azt nézed, hogy honnan, hova megy a labda, fú, hát az elég jó helyre megy, és kiváló megoldásai vannak olyan helyzetből is, ami nem is gondolnál. Tehát, hogy konkrétan olyan, mintha egy NBA-s point guard lenne a pályán, lehet, hogy ezt már mondtam, de hát, hogy az igazi irányító játékos, aki mindig tudja, hogy mi a legjobb döntés a pályán. Ez a fontos része az amerikai fotballnak. És itt van ez a fiú, látszólag soha nem lehet felidegesíteni, akkor se, hogyha jönnek érte nagyon nagy szőrösek, higgadt marad. Nyomás alatt jól teljesít, pontosak a labdái. Pálya belsejét is tudja használni, annak ellenére, hogy alacsony. Minden csodálatos az ő esetében, de hát azért a kétkedés megvan, hogy ha jó van, öcsi, ekkora vagy, egyszer jó szájba vernek, aztán lemaradsz. Szóval ez valós veszély egyébként, mert azért ezzel nehéz vitatkozni. Látunk ilyen kisebb fiúkat, Tagovailoa, hello, aki nehezen viseli, ugye, hogyha folyamatosan rajta fekszenek. Ez Bryce Youngnál is benne van a pakliban. De egyébként meg
azzal nem lesz baja, hogy fú, most akkor megijed, mert jönnek rá, aztán húzgálják a mezét, mert hát olyan volt eddig is. És akkor mi van? Nyomás alatt jól dobja. De hát az, hogyha össze-vissza verik, akkor kérdéses, hogy a strapa bírása milyen. Ez az egyetlen dolog, ami miatt úgy kétkedek, hogy át tudja menteni a korábbi formáját. Mert hogyha úgy kell bemenni, hogy hát kicsit húzza a bokáját, kicsit sebes neki a könyöke, akkor nyilván nem fog olyan jól játszani. Mint hogy a 100%-os állapotban lenne. De egyébként egy rettentő izgalmas, érett, közönség szórakoztató fotbalt játszó játékos Bryce Young joggal lett az 1-1-es választott. Hogyha kicsivel magasabb, kicsivel nehezebb, izmosabb lett volna, akkor röhögve első, és nem akarja Chicago Bears elcserélni a pikket. Mert ugye itt egy felcsere történt, eredetileg a Carolina 9. helyen volt, tehát ez azt jelenti, hogy nem egy romhalmaz a csapat, no offense a Chicagónak. De ugye az 1-1 az általában nem erős. Ugye, most a Carolina az nem erős, de ahhoz képest meg egész jó, hogy 1-1-re választottak. Ez egy középmezőnyben lévő gárda volt. Tavaly támadásban 19-ek voltak, védekezésben 20-ik. Na hát most az azért messze van az 1-1-től. Playoff-tól is amúgy, de hát most azért ez Youngnak kellemes. Az nem, hogy a wide receiver sor az nem elit. Az lassíthatja a folyamatot, akármekkora tehetség is a gyerek. Azért, hogyha nincs szeparálódás, akkor mit csináljon ugye? Hát még esetleg tudna szaladgálni a lábával. Abban is van egyébként némi upside, hogy ott még megbolondít egy-két védőt, de hát arra azért ne építsünk. És hogyha az elkapósor gyenge, akkor hát az mindenre hatással van nyilván. Nem megy a futás, nem jól néz ki a fal, mert sokat várakozik a gyerek, odaérnek rá, elmegy a pont. Szóval amiatt izgulni kell, de hát hogyha az van, DJ Moore-t ugye be kellett áldozni, Chicago kérte, micsoda kesejük vannak ott. A legjobb játékosod, hogyha elkapó, nem vagy olyan jó, mint hogyha a legjobb játékosod quarterback. Szóval Panthersnek ez belefért ez a csere. Rövid távon nem biztos, hogy jól néznek ki, de nem idén kell nekik nyerni. Hogyha Bryce Youngban megtalálják a következő nagy sztárjátékost, akkor meg minden ellenérték megéri. Még ennél több is megérné, ugye. Szóval valamelyest azért a tavalyi adatok azok félrevezetőek, mert hát volt egy edzőcsere, volt irányítócsere, ment el komoly játékos, hát McCaffrey, annak számít, DJ Moore ment el, ugye, a komplett szezont nézzük, de a defense az meg lehet, hogy felfele indul el, mert Evero azért egy újító szemléletű, olyan edző, akit azért head coachnak is megkérdeztek, hogy milyen lenne, úgyhogy akkor lehet, hogy abban meg felfele tudnak menni. Ugye a draft Youngnak a kiválasztása miatt az nyilván a jobbak közé való. 1-1-re azért lehet irányított találni, ahogyat aki rátermett. Az még a mi Grigsonunknak is sikerült 2012-ben, hogyha más nem is. Szóval 12. helyre lőttem be a Panthersnek a draft klasszát így mindenki közül. Hogyha hozzáveszünk, hogy milyen helyeken választ a csapat, ugye hát az nyilván nem egyenlő esélyekkel indulnak a csapatok. Volt ez a DJ Johnson gyerek, amit mai napig nem jöttem rá tőle, mit szeretnének. Már special teamben jó lesz. Tavaly 3. legjobbnak lőttem be a Panthers, oda nézzél. Tavaly az Ekwonuval meg a Matt Corrallal. De ott az erősen belejátszott a döntésembe, hogy honnan indultak, hát lényegében semmiük nem volt, és kijöttek a draftról egy left tackle-el, meg egy quarterback-kel, ja, rendben. És amúgy a Corralba benne volt, hogy ő lesz a legjobb quarterback tavalyról. Hát még most is benne van? Hát nincs, mert nem fog pályára menni soha. De ott akkor az egy bravúros megoldás volt. Corral eladó egyébként, azt hallottam, nem kell senkinek. Lehet megkezdi majd a szezont a defensive back-ekkel. Komoly szabadügynök vesztesége nincs a Panthersnek. Vannak ugyan néhányan, ahol máshol folytatják sikerekben gazdag pályafutásukat, de nem nagyon sírnak egyikért se. Hát van elég bajuk a DJ Moore-ral, ugye, hogy őt önként engedték el, de azoknak, akiknek lejárt a szerződés és elment máshova, hát jó. Viszont az igazolások között azért vannak remek játékosok, vannak olyanok, akiket hát lehet használni kiegészítőként, és akkor ezt így összekombinálod egy használható draft osztállyal, akkor el lehet mondani, hogy a Holcasonnak a nyertesei közé azért be lehet a Panthers-t természetesen sorolni.
És emiatt, hogyha ez így nagyon gyorsan összeáll, akkor persze, akkor van remény rá, hogy itt a csoportban ők faktor tudnak lenni. Hogyha nem is az elsőségért, akkor legalább az, hogy el tudnak venni mérkőzéseket. Tehát az a minimum. Nem tudom, hogy ki az, aki eléjük mászna a másik háromból, milyen sorrendben, ki mennyire lesz erős, de mindenki ellen gondban lesznek szerintem, de ez kijöhet jól is. Úgyhogy egy-két győzelmet mindenképpen el kell kapirgálni, aztán, hogyha ott rosszul sikerülnek a dolgok a riválisnál, akkor így a messziből meg tud érkezni a Panthers, és még meglepetésre talán sokáig versenyben tud maradni a csoport elsőségért, hogyha gyenge lesz a csoport tényleg. Aztán nem nyeri agyon magát valaki, hanem így körbeverik egymást, csoporton kívül rendre kikapnak a nagyon erős NFC-be, és akkor az lehet egy kellemes meglepetés, de nem elvárás, mondom. Tehát itt minden esetben zárójelbe kell tenni azt, hogy a W meg a löbetű az mennyi. Azt kell nézni, Bryce Young hol tartott az első héten, ahhoz képest hol tart 5-en, 10-en, 15-en. Remélhetőleg húzza ki az egészet, ugye a pályán. Ő legyen a kezdő az első héten, ne a Dalton. Nem, mint hogy a baj lenne a Daltonnal, mert hát tavaly egész értelmesen játszott. De hát igazából az ilyen fölösleges kör lenne megmutatni Bryce Youngnak, hogy milyen a meccs kívülről az NFL meccs. Úgyhogy hát reméljük, hogy már a preszezonban kapunk belőle akciót, és akkor ott megmutatja nekünk, hogy miért ő lesz a QB1 a szezon elejétől kezdve, és akkor látjuk, hogy hogyan mozgatja a csapatát, hogyan érik össze az elkapókkal, és hogyha ez folyamatosan egyre jobb lesz, akkor egyre veszélyesebb lesz a jobb erőkből álló ellenfelekre is. Carolinának ilyen szempontból nincs túl nagy nyomás a vállán, csapat szinten, organizáció szinten, de Youngon azért jó lenne látni azt, hogy komfortosan dolgozik. Ha nem az első héttől, mert az az álom kategória, de akkor a szezon végére azért kapjunk biztató mérkőzéseket. Ne csak 2-3-at, hanem azért többet. Ennyi idő alatt azért el kellene oda jutni, hogy már kialakuljon a nyerő taktika körülötte. És hogyha azt vesszük észre, hogy hát a többiek miatt nem nyert, akkor az is egy jó jel, mert akkor ahhoz hozzá lehet nyúlni a következő holt szezonban, amikor meg aztán tényleg kilőhet az értékük. Itt vannak a kékek, olykor a fekete színezékkel. Young öltönyben fog focizni, ezt még nem mondták ki, de hát minden jel erre utal. Mögötte Dalton megmutatja, milyen a veterán élet, csodálatos tanácsokkal látja majd el az ifjú játékos, tehát a kettőjük stílusa az nem annyira fedi egymást, de mind a ketten irányítani akarnak, meg védelmet olvasni, úgyhogy abban azért Dalton egy hasznos csere. Hogyha Youngot esetleg felrúgják a meccsen, és be kell menni a Red Rifle-nek, akkor nem fog meglepődni most már semmin, hogy mi történik körülötte a pályán. Matt Corral eladó, ahogy azt mondtam, valaki jelentkezne egy 9. körért, akkor Panthers azonnal rámondaná az igen. Szomorú történet, ugye, mert tovább lesérült a preszezonban. Idén valószínűleg ugye a 3. sorral fog felmenni, az nem sok negyednyi játékidőt jelent, és hát abban lesz sok futás. Szóval hát bizonyítani nem lesz egyszerű Corralnak, nem Reich embere, viszont az előző GM hozta ide. Akár el tudom képzelni, hogy megragad 3. számúnak, de nagyon kifelé áll a rúdja. Erős preszezonra lenne szükség, hogy érdeklődést generáljon maga körül, valószínűbb a waiver előbb-utóbb. Annyira nem izgalmas, ugye, 3. számú quarterbackkel mi lesz. Jó, hát igen, tudom. Futó poszton Miles Sanders érkezik Philadelphiából. Rá fog csodálkozni, hogy nem mindenhol olyan erős a támadófal, mint az Eaglesnél, de egyébként annyira nem rossz, itt sem, szóval ez egy jó karrier döntés, de arra ne számítson Sanders, hogy szezon csúcsokban is lesz karrier döntés. Tavaly Foremannek azért voltak kiváló időszakai, miután megkapta a labdacipeléseknek a nagy részét, hogyha ezt Sanders tudja hozni, esetleg javít rajta, akkor az már egy jó igazolás lesz. Mögötte továbbra is Chuba Hubbard elérhető, illetve a waiveren talált Blackshear is egész bíztató.
Ő ugye visszahordásokban is meg szokott jelenni, úgyhogy ez biztos helye van szerintem az aktív keretben. Ez egy korrekt futó hármas, Hubbardnek az előző szezonja viszontagságok ellenére azért jó irányba mozdult el, de azért Sanders a 50%-nál több labdaérintést követel majd magának valószínűleg. Hogyha él vele, akkor ez végigmehet az egész szezonban. Előtte az Ekwonu, Corbett, Bozeman, Christensen, Moton támadó fal az összeszokott. Tavaly Bozeman sokára épült csak be a center helyére, pedig hát őt ugye pénzért hozták Baltimore-ból, de még a campben nem harcolta ki magának a kezdő helyet. Lehet, hogy volt kisebb sérülése, lehet, hogy Rule nem szerette őt. De hát marasztalták, ő lesz a center, az nyilvánvaló, nem Cam Irving, mondjuk Irving 5 posztos csere, akárhova be tud menni. És akkor itt a saját nagy kedvencem Chandler Zavala, az, aki az X-faktor, nála jobban futásblokkoló ember, hát nehezen tudnál mutatni. És hát aránylag sokára vitték csak el a drafton a derék bántalmai miatt. Meg mert keveset volt a pályán az NCAA első osztályában. De hát az NC State-ben Ekwonuval olyan párost alkottak, hogy még a segédedző is 1000 yardos futónak nézett volna ki mögöttük. Úgyhogy én szuper izgatott vagyok Zavala kapcsán, hogy ezt meg tudja mutatni magasabb szinten, mert a fizikai erőben senki nem tudja meccselni azt, amit ő tud. Főleg ugye Christensen. Ő ugye Pass Protection-ben volt inkább kiemelkedő, úgyhogy hát azt sejtem, hogy Zavala, hogyha nagyon jó lesz, akkor right guard poszton adhat valamelyest konkurenciát, de hát akárhova kell beállni, alig várom, hogy nézhessem. Reméljük, hogy az egészségét azt megőrzi. Szóval ők vannak a padon, ez így elég. Mondjuk Irving nem olyan jó, de hát legalább a rutinja megvan. Sokkal többet nem akarsz, ugye, hogyha ilyen bebetonozott kezdő csapatod van. Ekwonutól kellene a következő lépés nyilván. Tavaly ugye újoncként játszott left tackle-t, nem annyira hálás feladat. Látjuk azt évről évre, hogy a második évben, harmadik évben elsőkörös offenzív tackle-ök mekkorát tudnak előre lépni. Ezt Ekwonu is megteheti, akár most, akár jövőre. Az se lesz elkésve, hogyha a jövőre teszi meg nyilván. Futásblokkolás volt az erőssége mindvégig, úgyhogy a Pass Protection fejlődés az, amit várunk. Motonnak volt jobb éve már a jobb szélen, de hát neki ebben a korban viszonylag stabil az, amit csinál. Lesznek rosszabb, lesznek jobb évek, de valószínűleg most egy jobb következik a minta alapján. Az mindenképpen elvárás lehet, hogy futójátéknál liga első felében kell lennie a Carolina-nak. Szerintem a mérkőzések alakulása alkalmas lesz rá, hogy ezt csinálják hosszabb távon. Pass Protection-ben izgalmasabb kérdések vannak, mert ott, hogyha a Young-nak nagyon dajkálni kell a labdát, akkor nyilván előbb-utóbb behorpad a zseb. Miért kellene dajkálni? Hát mert az elkapó szituáció az optimisták szerint oldódott csak meg. DJ Chark, valamint Adam Thielen leigazolásával, illetve Jonathan Mingo draftolásával. Utóbbival van a legkevesebb probléma nyilván, mert hát valakit kellett hozni. Az elkapók között ritka volt az ilyen kiterjedésű manus, mint amilyen Mingo, és nem voltak komoly eredményei statisztikailag az Ole Miss-ben, de hát ott keveseknek lett volna. Bizonyos Matt Corral dobálása idején aztán főleg, mondjuk ő sérült volt, mármint Mingo, amikor Corral volt a kezdő irányító nagy részben. Tavaly meg néha muszájból tight endet játszott, úgyhogy ott azért voltak bajok bőségesen. Nem írnám le semmiképpen, pusztán a nyers statok miatt. Mingo kiemelkedő atléta. Ráadásul az Ole Miss-ből második körös, hát az mindig beválik. Hogyha már hamar meg lenne a rapport Young-gal, akkor az rendkívül bíztató tudna lenni. Most nyilván nem mondom, hogy így az első évében előhúz egy AJ Brown, DK Metcalf jellegű szezont Jonathan Mingo, mert az bolondság lenne ilyet gondolni, még hogyha lesz is rá példa a jövőben, elvárni senkitől sem szabad, de mindenképpen többet várok tőle profiként, mint amit az egyetemen láttunk. És ez azért ritkaság számba megy, hogy a következő ugrást valaki magasabb szinten csinálja.
Frank Reichnak nem újdonság annyira, hogy szegényes az elkapósor. Mingót felépíti mondjuk egy Pittman szintre, már azzal is azért előrébb van a franchise, de lehet, hogy ennél többet szeretnének elérni. Pittman alulértékelt játékos, csak mondom. DJ Chark nehezen marad egészséges, nehezen marad egy helyben, de mindig valami macskás csapatnál érdemes keresni. Ugye legutóbb a Jaguars Lions tengelyen mozgott, hát most akkor Panthers, mindannyian tudjuk, hogy legközelebb akkor a Hamilton Tigercats jöhet szóba, hogyha a Bengals nem keresi. Csak hát az a baj, hogy ritka kilengései vannak csak, egyik hétről a másikra nehezen menti át a formát, de olykor meg tudja nyújtani a pályát, olykor tud jó elkapóként viselkedni, de ezt egy teljes szezonon keresztül, hát nem tudom, hogy láttuk-e valaha, ha igen, akkor régen. Adam Thielenből pedig már biztos nem kapjuk vissza a csúcs teljesítményt, mert ő már túl van a zeniten, nem véletlen engedte el a Minnesota. Hogyha már helyi legényt elengedik, akkor az is sokat jelent. De itt jó, hogy jelen van. Egyrészt a fiatalokra jó hatással lesz, Mingóra is, még akik a padon vannak, megmutatja, hogyan viselkedik igazi profi wide receiver. Útvonalfutása az rendben lesz, nem kanyarítja le, de hát azért nem biztos már, hogy nagyon üresre játsza magát, a zóna határokat fogja látni. Úgyhogy abból egy-két TD mindig beesik Minnesotában is, ezt valószínűleg Young tudja majd másolni. A padról atléták jönnek be, Laviska Shenault, ugye még mindig itt van, Shai Smith, tehát ők azok, akik a tapasz, meg a jet sweep, meg az egyéb gadget játékoknál labdával a kezükben esetleg megvillanhatnak. Itt van Damir Bird, aki minden évben odaír alá, ahol hát baj van az elkapó szekcióban. Az elmúlt években Chicago, New England, Arizona ezekben játszott. Tehát a Holtz azon mindig azon pontján ír alá, amikor baj van. És ez megtörtént a Caroline-nával is. Lehet, hogy kikerül majd a keretből, de egyébként elfér a rotációban, hogyha nem találnak tehetségesebb fiatalokat többes számban. Hayden Hurst érdekes lehet, hogy mennyi szerepet kap a Titan helyén. Lehet, hogy az eddigi legtöbbet, eddigi karrierje alatt, bár Frank Reich érdekesen állt hozzá Titan poszthoz a Coltsban, nem kezdek bele, mindannyian tudjátok, mi a problémám. Itt a Carolina-ban az elmúlt években teljesen elhanyagolták a Titan-eket. Tommy Tremble egy tehetséges gyerek, Ian Thomas meg kapott pénzt, de hát azért mindig versenyben voltak Olsen távozása óta, utolsó helyezett Titan használó címér, az egy szép verseny egyébként. Hurst biztos, hogy több labdát igényel majd, mint Tremble, vagy Ian Thomas, és hát elsősorban ő a passzjátékban tudja hozzátenni a magáét. Valami cél biztos, hogy van vele, ha már pénzt adtak neki, hogyha ilyen minimálbér jellegű szerződések lettek volna az asztalán, akkor hát inkább maradt volna Cincinnati-ben, feltételezem. Úgyhogy ez egy előrelépési lehetőség a korábban látott Panthers csapatoknál, amikor még Mayfield, Darnold, PJ Walker próbálta mozgatni a labdát, mert akkor ugye Titannek igazából kár volt indítani. Dan Arnold nem számít annak még mielőtt. A defenseben Gross Matos az, aki a leggyengébb láncem a védőfalban. Marquis Haynes rendre jobban szerepel, de kora miatt még egy utolsó esélyt megkap Gross Matos, de azt tippelem, hogy jövő ilyenkor már biztosan nem lesz rajta a képen. Vagy ha igen, akkor azt jelenti, hogy javult a teljesítménye 2023-ban. Kellene, hogy javuljon, mert csalódás eddig, amit csinál. Nem tudnak felépíteni egy játékost Brian Burns párjának. Burns-t ügyesen megtartották, nem adták oda Ramsnek sok pikkért, és akkor az új szerződéssel, mert akkor le tudják láncolni a franchise-hoz. Szükség van rá, még ebben a korban mindenképpen, mert ő azért, hogyha nagyon gyorsan beírik Bryce Young, akkor franchise-nak fontos embere lehet, pass rush első számú generálójaként, és hát ő nem akarod lehívni semmikor, ez meg megkönnyíti, hogy a másik oldalon akkor mehet a rotáció, éppen az, aki ráér, Henry Anderson esetleg be tud jönni, bár ő páratlan számú falnál is használható.
Belül Derrick Brown nyilván játszik, és hozták mellé Shai Tuttle-t New Orleansból, hát duplán nyernek vele. Jól meggyengítették a Saints-et, emiatt fognak összeomlani. Shai Tuttle amúgy egy jó pass rusher, belső penetrátor, defensív tackle-nek tűnt már elejétől kezdve. Hát vannak évek, amikor ez jobban, valamikor rosszabbul sikerül, de Derrick Brown párjaként azért lehet alkotni. Mindig Brownra fognak ketten menni, úgyhogy abból még akár meg is villanhat Tuttle, de fontosabb ennél, hogy stabilan focizzon. Nem az a 10 villanás a fontos, ami egy évben összejön, hanem az összes többi snap. Ugye Bravion Roy nose tackle helyén továbbra is ott van, alulméretezett, de nagyot küzd. Dishon Williams-et hozta Denverből magával Ejiro, úgyhogy sokat lesz a pályán. Jogosan, mert alulértékelt játékos. És Jalen Redmond lehet még egy érdekes fószer, akit Oklahomából hoztak, nem draftolták, viszont a Combine-on kiválóan teljesített, nem egy számban, hanem majdnem az összesben. A focizás az nem volt az erőssége, de hát itt majd a nagyon hozzáértő stáb kihozza a maximumot. Két linebacker az betonbiztos, és ez Frankie Louvu számára egy elképesztően nagy eredmény, hiszen egy Jetsből elzavart játékos itt karriert tudott csinálni magának, és most már mindenki elismeri, hogy méltó társa Shaq Thompsonnak. Úgyhogy Louvu a blitzekben rendkívül veszélyes, egyenes vonalban gyorsan tud menni, és playmakernek számít a linebacker helyén, ezt azért kevesen tudják elmondani. Nagyon jó nézni azt, amit csinál. Olykor hát önveszélyes is, mert megy bele mindenbe, de egyébként jól áll neki ez. Thompson a higgadtabb mellette, hát ezt sem gondoltuk volna. És ez így nagyon szépen összeállt idővel. Rajtuk aztán a világon semmi nem múlott az előző években sem. Várakozok arra, hogy Brandon Smith, másik szuper atléta, mikor tud beépülni a rotációba, egyáltalán a linebacker helyén próbálgatják-e, mert ott ahhoz azért kellene ész, hogy pályára küldhető legyen. Brandon az első évben nem mutatta, hogy olyan sokat szeret volna magára Penn State-es időkhöz képest, de nem szabad alábecsülni, mert hát a linebacker posztra atléták kellenek. Aztán az ész majd kialakul. Most az ilyeneket én könnyebben pártolom, mint a Brandon Smith, akit nem első körben kellett elvinni. De hát, hogyha eltéved a pályán, akkor inkább bemegy majd a kamu, Grugier Hill, és akkor az meg egy kevésbé izgalmas megoldás. Minden esetre a linebacker poszton megvan a Panthers, az úgy jó lesz. Secondary az jó lesz? Talán. Von Bell biztos. Hogy Von Bell akár New Orleansban, akár Cincinnati-ben játszott, ugyanazt láttuk tőle, jól helyezkedik. Ő is playmakernek számít. És a safety poszton kevés ember van az elmúlt években, aki nála több labdát szeret volna össze, elképesztő orra van a futballhoz, de hát a többi playben, ami meg a dolgos hétköznapokban lemegy, ott sincs vele baj. Tavaly eléggé gyengén mozogtak a safety-k a Carolina-ban, hogyha egy gyengeséget kell mondani a defense-ből, akkor az az volt, hozzányúltak a pozícióhoz, úgyhogy Bell azonnali nagy előrelépés. Woodsot megtartották, úgyhogy ő még ott a távolabbi zónákban el fog kóricálni. Túlélhető azért, Xavier Woods volt jobb szezonja más mezben. És hát Jeremy Chin, X-faktor, mert hát olykor ő is fel tud tűnni a leghátsó védelmi vonalban. Itt most eléggé durva csalással a slot helyére írtam be Jeremy Chint. De egyébként az meg lehet, hogy jól néz neki. Nem a tipikus slot corner nyilván, de hogyha ezt a félig safety, félig linebacker valamit csinálja a továbbiakban is, tight enddel találkozik, futásra fölér, esetleg a slot receiverrel megy mélyebbre is, mindegyikben jó Jeremy Chin, úgyhogy hát őt fenn kell tartani a pályán, de hát azért a Louvu is megérdemli, hogy rajta legyen a képen. A slot corner az nem feltétlen érdemli meg. Ugye Hartsfield elment. Úgyhogy ez ilyen 2,5 safety-s felállás, majd ahogy kitalálják, hogy ami a legalkalmasabb, az fog kiülni a pályára, de vannak itt jó tervek. Hogyha akarnak menni tradicionális slot cornerrel, akkor ott nem tudom, hogy mi lenne a legjobb, de a szélen se tudom, hogy mi lenne a legjobb. JC Horn a legjobb. Na hát ez így megvan, oké, csak páros pozíció, ugye? Szóval JC Horn leveszi az egyik embert, aki arra van, vagy az egyik oldalt, hát mikor mi a feladat, ugye?
Tehát az úgy oké. De a másik oldalon Dante Jacksonnak eléggé rossz éve volt, az mondjuk jó hír, mert akkor most meg jó lesz. Hogy hát így működik a középszerű cornerback élete. Talán. Az a baj, hogy a másik, CJ Henderson, ő nem középszerű, a rossz cornerback. Valaki rossz cornerback, azt könnyebb átmenteni egyik szezonról a másikra, ezt lehetett megfigyelni. Ezért hagyom Hendersont. Úgyhogy Dante Jackson nálam kezdő, szélső corner, méretei ellenére, rövid karja ellenére, sebességgel palástolja mindezt, és akkor most egy jobb éve lesz, mint az előző. Jobb játékos nyilván, mint Keith Taylor, aki ugye szenvedni szokott bejárni a pályára. És akkor itt jön a kérdés, hogy a slot helyére Jamie Robinson azonnal versenyhelyzetet teremt-e. A Florida State-ben, meg a South Carolina-ban igen jó volt a Jamie Robinson. Főleg a slot helyéről. Az atletikus teszteken hát majdnem megbukott csórikám, de hogyha van olyan pozíció, amiben úgy elvagy, még akkor is, hogy nem vagy egy villámcsapás, akkor az a slot corner, úgyhogy nagyon szurkolok, hogy a 5. körös Jamie Robinson ott karrier csináljon magának, mert agresszivitásban, játékolvasásban, playmaker tulajdonságokban is a kedvenceim közé emelkedett a safety poszton. Jó, hát nem kell sok a Seminoles-ból, de szerintem neki azért vannak olyan képességei, mint jó néhány kezdő slot cornernek a ligában. Őt nevezném a kezdőcsapatba, hogyha egy edzés nélkül engem kérdeznének, hogy mi legyen, és ez így nem megfelelő ránézésre. Eric Rowe még ugye itt van a safety közül, a régi motoros már, úgyhogy emiatt most már hagynám, eleget tudunk, padról bejön, hogyha sérülés van, és ennyi. Szóval ennek a defense-nek jól kellene ügyködni, nem fognak marhasok pontot kapni, ezáltal megteremtik a lehetőséget, hogy meccsbe maradjanak sokáig, esetleg megnyerjék azokat a mérkőzéseket, amikor nem világklasszis gárda jön szembe. Már csak Youngékon múlik, hogy erre mennyi esély van, hát meg az edzőkön. Számszerűleg úgy néz ki, hogy 7,5 győzelem, amit belőnek a fogadóirodák. Úgy kezdődik nekik a szezon, hogy mennek Atlantába, és aztán a New Orleans-t fogadják, szóval ott a csoport kihívói státuszt azt megalapozhatják. Ha most ott elkapnak véletlen egyet-kettőt, az durva lenne. És akkor itt hirtelen megérkezik a beszélgetésbe a Carolina, amelyik most még úgy kicsit hátrébb van. Játszanak az NFC északkal, játszanak az AFC Daily csoporttal, plusz a Seattle, Miami, Dallas trióval. A bye week-jük a 7. fordulóban lesz, kétszer főműsoridőben is megcsodálhatjuk őket. Nem erősek a déli csoportok, ugye, de hát ez nekem egy under tip lesz. Kivárok, óvatos vagyok. Bele tudnám lohalni magam, hogy fú, hát a Young milyen jó lesz, év újonca meg minden, lehet egyébként, de hát a minden alsóházi gárdát lenyomnak, tehát ez lehet, hogy 10 győzelem hallod. Mert a csoportban mondjuk 3-3, mindenkit megvernek egyszer, akkor még ott szembe tud jönni külsők közül is jó néhány, amelyik hát nem a franchise legszebb napjait éli, és akkor hát figyelj, agyon nyerik magukat, de hát a nyerhetők közül mondjuk a fele jön, akkor az ott nagyon határeset, hogy még nem lesz meg a 8 győzelem, amivel nyernél. Úgyhogy hát én 7,5 alatt maradok, konzervatív vagyok újonc irányító esetében, azért még itt sok minden félre mehet. Ráadásul egy darab elkapó sérülésre vannak, hogy már bajosan tudjanak kiállítani egy normális kezdőt. De lehet, hogy övék lesz a legjobb irányító a csoportban. Nem hosszú távon, hát az is lehet, hanem hogy most. Ugye minden tisztelt a Derek Carr felé, aki hát most ezt a címet őrizgeti nyilván. A Baker Mayfield nem valószínű, hogy ott most így hirtelen 3-at beelőzne. Ridder ismeretlen faktor, de hát messze nem olyan nagy tehetség, mint Bryce Young. Tehát hogyha hirtelen így az első évében Young így látná a számokat egyből, akkor meg simán elképzelhető, hogy van egy olyan idősík, amikor ő a legjobb ezek közül, az meg az elég jó alapot ad, hogyha nyerni akarsz. De hát az még nem elég önmagában. Amikor Cam Newton volt az év újonca 2011-ben, akkor 6-10-re végzett a Carolina. És ott rengeteg újonc rekordot megdöntött konkrétan Newton, amik azóta megdőltek, ugye, hát elsősorban Herbert miatt.
Szóval, hogyha Young ezekkel úgy konkurálna, hát egyre több meccse van ugye, gyűjtőstatokban, és közben meg nyerjenek 6-ot vagy 7-et, kikapnak 10-szer, 11-szer, akkor is azért hiperbizakodóan vágna bele az egyszeri párduca a következő holt szezonban, mert hát onnantól kezdve csillagos ég a cél, hogyha kiderül az, hogy Bryce Young ezzel a testtel, akár úgy is, hogy hazudott a kombájnon, és igazából a versenysúlya az alacsonyabb, de még így is tud működni, bírja, strapabíró, továbbra is jól dobja a labdákat, üresre dobja a srácokat, és még ezzel a limitált képességű skill személyzettel is csodálatosan tud működni egyik-másik meccsen, akkor tapsolnak, leszarják, mennyi lett a végeredmény. Úgy mennek haza, hogy ez milyen jó volt. Aztán jövőre meg milyen jó lesz megint csak. Ez a Panthers célja. Nem a W meg a löbetű. Én nagyon szurkolok momentán. Tőlünk ugye messze vannak, nem közvetlen rivális, ugye? Mert hát a ligának azt tenne jót, hogyha ahogy bejön a fiatalság, és hát a izgalmas, rátermett gyerekek kiderül, hogy tudják ezt magasabb szinten is csinálni, akkor is, hogyha nem úgy néznek ki, mint a prototípus, akkor az egy jó folyamatot indíthat el, mert alacsonyabb szinten is majd megjön a kedv az edzőknek, hogy próbálkozzanak ilyen gyerekekkel, mert a playmaker tulajdonságok azokat használni kell, nem szabad alábecsülni. Függetlenül attól, hogy még fiatalabb korban egy kis darab gyerekről van szó, de hát hogyha tudja, mit kell csinálni a labdával, akkor focizzon ő. Úgyhogy sokak példaképe Bryce Young az első évben meg kell, hogy tegye ezt a lépést, hogy bebizonyítja, hogy van rá precedens. Ennyi volt a mai, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet mára is, holnap megyünk tovább, szokásos rendben, hasonló időpontban. Köszönöm mindenkinek, aki támogatja a csatornát a patreon.com-on, és remélem, hogy holnap is találkozunk itt a folytatásban. Szevasztok!